Nemzeti ünnepünk előestején megérkezett a várva várt csapadék, és most is egy kicsit hideg van, a Velencei tó vízállása pedig emelkedett 3 cm-rel. Igaz, hogy a nádas oldalán még látszik, hogy mennyi hiányzik, de a szakemberek szerint jó úton haladunk, főleg, hogyha ilyen marad az idő. A meteorológusok szerint péntekig biztosan esni fog. A csapadékos időjárásnak köszönhetően jelenleg 59 cm-en áll a Velencei tó vízszintje a Gárdnál. A tó vízállását egyébként már hetek óta a korábbi évek minimuma alatt mérték. A negatív rekord először még nyár elején, július utolsó napjaiban dőlt meg, majd tovább apadt. Temesi Mihály, a Velencei tavi tófelügyelőség vezetője azt mondja, pénteken volt a legalacsonyabb a tó vízszintje. Hivatalosan a legalacsonyabb vízállás pénteken reggel 7 órakor 56 cm volt. Pénteken érkezett egy front, ami erőteljes déli széllel érkezett meg a Velencei tó térségére. Az erős szél hatására a vízmércét határoló kikötő öbléből a vizet átfújta az északi részre, ezáltal a vízügyi igazgatóságnak a távjelző műszere mutatott délután 16 órakor 50 cm-es vízállást. Tehát nem ez az 50 cm a mérvadó, tette hozzá a szakember. Így az sem igaz, hogy 8 cm emelkedett a szint 3 nap alatt, mint ahogy az több hírportál is megírta. Sokakat érdekel a tó vízminősége is, Temesi Mihály azonban mindenkit megnyugtatott, a vízminták vizsgálata során kielégítő eredmények születtek. A vízminőséget igazgatóságunk laboratóriuma heti rendszerességgel méri, az adott frekventált helyeken, Velencei fürdetőnél, a Nagytisztásnál. A vízminőséggel nincs probléma, a paraméterek a határértéken belül vannak. Igaz, az időjárás jelenleg nem engedi, de fürdésre mindenhol alkalmas a Velencei tó. A csapadékos időszak pedig még nem ért véget, a napokban a vízszint további emelkedése várható.